Polyák József 1938-ban született Felsőszentivánon. 14 évesen került Budapestre, ahol épületszobrásznak tanult. Fiatalon került kapcsolatba a cseágáncsal és a vívással. Az 1956-os forradalom után nekiindult a világnak. A Jugoszláviában és Olaszországban töltött hónapok után jutott Ausztráliába, ahol Mészáros Andor szobrászművész mellett tanult és tanított. Ausztráliai évei alatt ismerte meg a harci művészeteket, amelyek mesteri szintű tanulmányozását Japánban folytatta. Harcművészeti tapasztalatai megnyitották számára az utat a testőrmunkák irányába is. Miután bejárta a világot, 1967-ben hazatért Magyarországra. Kiskörösre költöztek őt, ugyanakkor édesapám a Kecseli Színháznak lett az igazgatója, vagy valami hasonló kulturális felelőse. És hát azt, akkor ő már közel 10 éve dolgozott a karate népszerűsítésén, ekkor a karate azért már ismert volt valamennyire az országban, az első mesterek azok már komoly tanítványokká váltak, akikből később igazából az első mesterek lettek. És hát ugyanígy apu részt vett a kiskörösi cselgáncs életében aktívan innentől kezdve, és elkezdte a kiskörösi karate életét is segíteni, aminek egyik eredményeképpen volt nagyon sokáig Kiskörösön egy remek kiokosinkái karate szervezet, ahová én magam is jártam. Polyák József karatemester emlékére a 18. kiskörösi szüret és szlovák nemzetiségi napokon szeptember 2-án emléktáblát avatnak a küzdősportok házában. Érzem, hogy édesapám nagyon-nagyon megérdemli azt, hogy megemlékezzenek róla. Rettenetes nagy befolyással bírt ő sok ezer ember életében, és ez gyakorlatilag, hogyha tudomásul veszük azt, hogy ő az ország egyik legfontosabb biztonsági vezetője volt egy időben, rendszerváltás után, akkor az egész ország életére hatással volt az ő munkásság. És kiskörösi élete folytán pedig hát kiskörösre is hatalmas nagy hatással volt. Én nem hiszem, hogy az ő generációjából lenne bárki, aki nem ismeri. A 70-es, 80-as években felnőttek, és akkoriban még gyerekek is, aki ne ismerni a nevét, tudná azt, hogy ő a nagy Polyák karatemester, sokan csak hírből, nagyon sokan barátságból ismerték őt. Van ennek kapcsán úgy gondolom, ez egy gyönyörűen megérdemelt, kijövett megemlékezés. Polyák József 1994-ben egyik alapító tagja volt a Nemzetközi Testőr és Biztonsági Szolgálatok Szövetségének. Speciális feladatokat ellátó rendvédelmi szerveknél volt kiképző, egyebek mellett a köztársasági űrezrednél és más kommandós egységeknél. Személyi testőre volt többek között II. János Pál pápának, több hazai állami vezető mellett nemzetközi hírességek, például Aristotle Onassis, Liz Taylor, Richard Burton, Latoya Jackson, Amanda Lear, Habsburg Otto is szívesen kérték fel testőrüknek. 2003-ban megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend lovak keresztje kitüntetést. 2014-ben Eszterházy Miksa díjat érdemelt ki. Ezen kívül számos hazai és nemzetközi elismerésben részesült a harci művészetek területén is a testőrködés során végzett kiemelkedő tevékenységéért, írja a Magyar Karate Szakszövetség. Polyák Péter elmondta, hogy édesapja olyan ember volt, aki nem csak a családja szemében volt nagy, hanem másokéban is, hiszen ő mindenkinek a lehető legtöbbet adta önmagából. Az emléktáblaavatás dr. Polyák József karatemester emlékére délután 4 órakor kezdődik Kiskörösön. Az ünnepi eseményen jelen lesz Domonyi László polgármester, dr. Simicskó István a KDNP frakció vezetője és Mádai Norbert nagymester is.